Halihó lányok és srácok, én Csongi vagyok, és azt hitted mi? Mit egy helyre, és nem igazán tudom, hogy mi történt. Úgy, azt figyeljétek, az mi dió már? Mi dió, ez egy új szó. Hát úgy néz ki, valaki nagyon nem szereti a dió. De kezdjünk is bele a videóba. Szél! Léti, csak egy picit ne fúj, hogy tudjak videózni! Mai nap egy olyan témát hoztam el nektek, ami szerintem nagyon fog tetszeni. Mert hát nektek és nekem is, mint fiataloknak mi a fontos az életben? A csajok. Igen, a csajoknak is a csajok. Ez nagyon szar. Picit azért pontosítok, a szerelem, a párkapcsolat, meg minden ilyesmi, nem? Nem, Kresszer, nekem az iskola fontos. És mivel tudom, hogy nagyon szeretek SMS-eket írni, Messengeren beszélgetni egymással, úgy gondoltam, hogy a mai videóban meg fogunk nézni olyan üzeneteket, amit a párkapcsolatban az egyik fél írt a másiknak, és elég érdekesen jött ki. Baba, vége van. Hogy micsoda? Hogy meg, jó? Amúgy lefeküdtem a tesóddal, te nyomorék. Meg hogy teljesen őszinte legyek, nem is számoltam, hogy hány pasival smároltam a múltkori buliban, és te nem is tudsz róla. Mármint a foci meccsnek, tudod? Ami voltam ma. Hát ezt hívják igazi szívásnak. De most ezek után a csaj mit csinál? Ez egyébként tényleg nagyon gyakori mostanában, hogyha egyik fél szakít a másikkal, akkor a másik felmérgelődik. Jaj, te köcsög! Lefeküdtem a legjobb haveroddal. Soha nem is szerettelek igazán, csak kellett valaki, akinek van pénze. És tényleg így az utolsó porig elhagyják a másikat, aztán kiderül, hogy hát nem is szakítani akar, csak... Vége van a foci meccsnek, hát csodás. Nyugodtan komment szekcióba pörgessük fel ezt a videót, és írjátok le, hogy szerintetek a pasinak mi volt a válasza erre. Mert hogy nincs befejezve ez a beszélgetés. Már alig várom, hogy végigolvasom a komment szekciót, és lássam, hogy milyen kreatívak vagytok. Tudod, van Timi a legjobb barátnőd? Igen, és? Na, hát most, hogy tudom, hogy lefeküdtél a tesómmal, így én is elmondom, lefeküdtem vele. De hát én csak viccből találtam ki, hogy lefeküdtem a tesóddal, hogy valamivel mégis megbosszuljam. Ups! Nem hiszitek el, de arrébb kellett jöjjek onnan, ahol voltam, mert rám talált egy csorda. Egy tehén csorda. Szia! Van barátom, bocsi. Mi? Na ez tipikusan az a pont, amikor tudjátok, ráírtok egy csajra, és így egyből rávágja, hogy van pasim, bocsi. Mert hát ha egy pasi ráír egy csajra, akkor egyből fel akarja szedni nyilván. Mi van akkor, ha csak azt szeretném megkérdezni, mi volt matekból a házi? Jó, mondjuk skacok, azért legyetek őszinték, hogy ha egy srác ráír egy lányra, akkor valószínűleg matek házit kér szerintem is. Na, de erre érkezik a csávó válasza. Hú, te! Én 28 éves vagyok, 45-ös lábomban, szeretem a pizzát, és gyakran járok kondizni. Most, hogy jobban ismerjük egymást, megtaláltam a személyidet. Hova vihetem? Mi a fele? Szegény csaj. Elvesztette a személyét, Facebookon ráír a csávó, aki megtalálta, hogy hát azért csak odaadnám, na. Nem, van pasim. Mármint nekem nincs. Zseniális, komolyan. Hogy tücsököl? Tücsököl? Ciripel a tücsök. Új szó a Csongi szótárba. Tücsököl! Figyeljetek, ezt írja a pasi. Talán elkezdhetnél úgy viselkedni, mint a barátnőm, és nem úgy, mint egy gyerek. Gondolom, hogy picikét gyerekes volt a csaj, és ez nem jött be a pasinak. Na de figyeld a csaj válaszát, hát kiégtem. Te meg talán elkezdhetnél úgy viselkedni, mint az exem, és nem úgy, mint a pasim. Ó, de jó. Basszus, ekkora rektet szerintem még soha senki nem kapott ezen a földön. És egyébként igazat kell adjak a csajnak, és nem azért, hogy felszedjem. Hanem azért, mert a csávó az nagyon ilyen parasztosan mondta, hogy jaj, kezdhetnél úgy viselkedni, mint a barátnőm. Megérdemelte. Ott a pont. Ez tetszett. De viszont most hirtelen erről jutott eszembe, hogy tudjátok, vannak ezek a tipikus szövegek, amikor valakit le akarsz rázni, hogy tényleg jól lenne szakítani, de lehetünk barátok? Szeretnék a karrieremre koncentrálni, ezért most nem kereszt az életembe. Még olyan fiatal vagyok, nem szeretném lekötni magam. De hát te sokkal jobbat érdemelsz nálam, muszáj szakítsunk. Úristen, mondjátok meg, hogy ki utálja ezeket a szövegeket. Aki nem szereti ezeket a szövegeket, és esetleg tetszik ez a videó eddig, akkor nyugodtan nyomjon egy lájkot, és hogyha nem szeretnél lemaradni a következő ilyenről, akkor iratkozz fel! Na jó, ilyen hülye is csak én lehetek. Folytassuk! Nincsen többet beszélgetés, nincsen többet SMS. Emojival elintézte. Szívecske, 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 ezt gondolom azt, hogy nagyon szerették egymást. Két homokóra, ami azt jelenti, hogy hát eltelt az idő. Az a nagy szerelem elmúlt, ezért integet, majd elfut. És bár az angolul van, de megkérdezte a másik, hogy te most szakítottál velem? De még erre se volt képes válaszolni, miért is?
És akkor, hogyha valaki megcsal valakit, akkor az emojikkal el lehet játszani, hogy péntek este volt, te otthon voltál, a csaj ott volt a buliban, én is ott voltam, száj, szívecske. Egyszer imádom ezt a világot, komolyan. Na most ez a következő, ez valószínűleg egy ilyen pranknek, azaz egy ilyen tréfának indult. Kicsim, figyelj, be kell vannom valamit. Lehet, hogy csaltam egy kicsit. Mi? Azt hittem szeretsz, kivel feküdtél le? Minden nem is érdekel, én is mentem parkolt apáddal, bla 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 bla. Úgy értettem, a matek dolgozaton csaltam. Cica, nem jössz át? Egyedül vagyok otthon. Bocsi, Nóri itt hagyta nálam a telóját, de majd visszaadom neki. Én a barátja vagyok. Te ki vagy? Várj! Veled csal engem! Az első srác viszont nagyon kreatív, csak ennyit mondott. Hagyd ezt a beszélgetést a telójában, és várj. Mikor a csajszika megy a második pasiához, mert kettő kell neki egyszerre, egy nem elég. Jaj, tényleg a telefonom, basszus, tényleg, bocsi Tamás, hogy nálad hagytam, nem akartam. És így már tudta, hogy a csávó megnézte a telefonját. De hogy mit érezhetett akkor, amikor felolvasta azt, amit a két pasia egymással beszélgetett? De megérdemelte, én nagyon nem szeretem azokat az embereket, akik egyszerre 5000 pasit meg csajt szédítenek. És hogyha már annyira megvan ez a téma, akkor nincs is jobb annál, amikor két ex veszekedik. Olyan oltásokat lehet hallani, hogy még te is rosszul érzed magad. Itt egy példa rá. Szóval én csak pár betű vagyok az életedben. Ha-ha-ha. Én másképp fogalmazni. Egy icipici írásjel talán. De még csak az is a lábjegyzetben. Átlátszó betűtípussal és kettes méretben. Jó, hogy nem egyesben, baszki. Ja, és még rakott egy pontot a végére. Áthúzva. Ezt pontosan úgy hívják, hogy a rekt. Ez az üzenetváltás, ez nem feltétlenül szakítás, viszont én garantálom, hogy utána nem mentek olyan simán a dolgok. Kicsim, szerintem ez nem fog tovább működni. Talán jobb lenne, ha szakítanánk. A feleséged vagyok, nem szakíthatsz velem, csak úgy. Ha el szeretnél válni, akkor gyere már le onnan a nappaliból, és beszéljük meg a fotelon. Bocsánat, nem úgy értettem. Nem neked akartam írni. Veled minden szuper. Micsoda vízhang. Nagyon remélem, hogy senki sincs a közelben, mert azt fogják hinni, hogy valami komplet idióta, ha ordibál itt. Ami félig igaz is. Hát igen, egy icipicikét lebukott, de amúgy szerintetek ez tényleg egy normális beszélgetés, tehát ez megtörtént? Nem jut eszébe a pasinak az, hogy baszki, ezt nem kéne leírni, mert Jaj, bocsi feleségem, vele nem akarok szakítani, csak a másik két barátnőmmel. Na és kacok, ennyi is lett volna ez a videó. Hogyha tetszett, akkor mindenképp egy jó nagy lájkot dobj erre a videóra, illetve ne felejtsen feliratkozni. És hogyha van valamilyen ötleted, hogy milyen videót lehetne csinálni, milyen SMS-ekkel, például mondjuk ugyanilyen videót, csak nem szakítással, hanem ilyen, hogy jövünk össze, hogyan csajozzunk, akkor nyugodtan írjátok le. A lehető legcsodásabb napot szeretném nektek kívánni, és mint mindig én Csongi voltam. Találkozom következőkor! És most megpróbálok úgy csetinteni, hogy ne verjem ki a kamerát, le a kamerát. Halihó!